A múlt héten Izrael volt a téma, és még mielőtt kitennénk a címet, csak egy pár dolog. Róma levelet olvastuk, és az volt a Róma 9.10.11-ben az üzenet a kiinduló pontja, hogy nézzük meg, hogy mit mond az Új Szövetség Izraelről mit mond a Róma beliekhez levél. És megnéztük, hogy a Róma beliekhez levél egy milyen különleges felosztású témájú levél, és ott pont benne a közepében. Hogy szerepel benne Izrael? És van három fejezet, amit a Róma beliekhez levélben, ami elkezdődik a bűnnel, aztán a megigazulással, megváltással, Isten kegyelméről szóló fejezetekkel, a hitáltal való megigazulással, Jézus Krisztus feltámadásában való hitről, Ábrahámnak a hitéről, aztán a megigazulásból fakadó békességünkről, reménységünkről, és így tovább. Aztán a hívőnek a harcáról beszél, aztán a bemerítkezésről, a a régi életünknek a halálba adására, hogy Jézus Krisztussal együtt meghaltunk, eltemettettünk, feltámadtunk. Aztán, hogy ebben mi győztesek vagyunk, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van, és semmi nem választ el minket Isten szerelmétől, ami van Jézus Krisztusban, és ekkor ott puf, bedobja oda Pál Erről beszéltünk, és a Róma 9 alapján csak egy pár pontban összefoglalva, van, mert fogjuk ezt ma folytatni, Ugye ezt a Róma 9-et úgy kezdi Pál, hogy igazságot szólok. És ebből érezzük, hogy ez a téma, ez olyan téma, ami erősen támadott, vitatott, ö, sok konfliktusnak az oka Izrael. És így kezd a Róma 9 itt a sok-sok bátorító, és a megváltásról, és a messiásról szóló, Jézus Krisztusról szóló, a fiúságról, az örökségről, és nézhetnénk ezt a végig a Róma 1-től 8-ig, de azt mondja, igazságot szólok, és oda bevágja, és valóban ez a téma egy, egy központi téma egyébként, és rengeteg konfliktus övezi Izraelt, az ő létyogosultságát, az ő kiválasztását. Ezért egyik ilyen kulcsó volt az igazság. A másik pedig az, hogy azt mondja Pál, hogy a szent szellem által a lelkiismerete tesz együtt bizonyságot benne arról, amiről itt ír három részen keresztül, csak arról beszéltünk, hogy milyen fontos, hogy ebben a témában a szent szellem kijelentése legyen, és a lelkiismeretünk együtt tudjon ezzel szólni. És aztán beszéltünk arról egyébként más témában is, hogy milyen fontos, hogy a lelkiismeretünket hogyan tudjuk megőrizni, és hogyan tudjuk tisztán tartani fertőzés nélkül. Amen. Ez a vezettetésünknek egyik kulcsa, a lelkiismeret. Persze a Szent Szellemmel együtt. Igazság, ez az első szó. Aztán a Szent Szellem és a lelkiismeret bizonsága, vezetése. Aztán a harmadik, amiről beszéltünk, hogy Pál ír alól, hogy micsoda szomorúság. Anyu, nem voltál itt, mondtam, hogy neked volt szív problémát, a szív voltál, amikor gyerek voltam, és az megboradt bennem, hogy micsoda egy szívbetegség. És Pál itt mondja, a szívének a fájdalmát osztja meg, amikor Izzelről szól, az akkori helyzetükről, ahogyan, mint nép, ahogyan Jézus is sírt Jeruzsálem felett, hogy elutasították Isten kegyelmét, mint nép. És amikor megosztja ezt a szomorúságát, fájdalmát, akkor a szívének a fájdalmáról beszél. Ez hihetetlen dolog. És a negyedik, amit, vagy öt lesz, de a negyedik, amit mond, hogy annyira nagy ez a fájdalma, annyira kívánná, hogy ha lehetne a saját üdvösségét is odaadná, az Izrael üdvösségét. Amit persze nem lehet. És a, a múlt héten is mondtuk, hogy azt ne felejtsük el nem tudjuk odaadni, és nem is kell odaadni senkinek a üdvösségünkért cserébe az üdvösségért, és lehetetlen dolog, de Pál ezt is, ezt is kimondja a fájdalmából fakadóan, és ha van a fájdalmad emberekért, egyet tudja az üdvösségről, amit Jézus Krisztus mond, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Mondjunk erre egy Ámen! Az üdvösséggel kapcsolatban. Igazság, kijelentés, fájdalom, odaadás. És aztán felsorolja, ez ma az ötödik ilyen visszaemlékezésünk a múlt hétre, felsorolja nyolc pontban, hogy miért különleges Izrael, mint nép, egyébként a pogány népek számára is. És felsorolja, hogy övéki a fiúság, egy, egy elsőszülött fiának nevezi. Milyen kis a fiúság, őket elsőszülött fiának nevezi Isten. Azt mondta a fárónak is, hogy az elsőszülött fiam Izrael. Aztán mondja, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, ami már profécia Jézus Krisztusra nézve. A fiúra nézve, aki által mi is fiak lettünk, aki a Dávid házából való test szerint mondja itt, hogy micsoda jelentősége van mindennek, és akkor felsorolja, mik azok a dolgok, amik Izraelnek a, 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 a népét úgy meghatározzák, a fiúság, a dicsőség. csanyi megemlékeztem arra, hogy a a múltkor mondtad, hogy Jerikóban megolvatta szívük. És Ráhább mindent úgy csinált, hogy az ő családját megmentse annak az Istennek a haragjától, ami a Jerikóra fog jönni. És megmutatta az ő dicsőségét népeknek, fáraónak megmutatta. Egyiptomnak megmutatta. És ez a dicsőségét megmutatja. De az ő népén keresztül mutatta meg először is a fiúságot, a dicsőségét. Ott vannak a szövetségek, a törvényadás, hogy milyen fontos a törvény. Tudjuk, hogy nem a törvény által igazolunk meg, és mondtuk tegnap, hogy mekkora a megkönnyebbülés, hogy a törvény az Krisztusra vezelő tanítómester lett. Én pedagógus vagyok, ez egy pedagógusról szól, aki, aki elvezeti a tanulókat oda, hogy ö, felnőttek legyenek. Mekkora megkönnyebbülés, de mégis a törvénynek Pál mondja, hogy megvan a maga haszna, hányszor említi az Új Szövetségben is, hogyha úgy történnének a dolgok, és mint megigazult emberek figyelembe vennénk, hogy Isten mit gondol a házasságról, a családról, a gyerekekről, és komolyan vennénk Istennek a beszédeként, Istennek a parancsolatait. Nem azért, hogy megigazuljunk, hanem azért, mert megigazultunk, és hiszünk abban, hogy szentszeren mondja pár teljes írás, Isten tűkhetett, és ezeket komolyan vennénk. Egy pár dolog másképp lenne a hívők életében, higgyétek el. Egy pár dolog másképp lenne a hívők életében, meg a házasságukban, meg a munkavállalásukban, meg a hűségükben. Megsorolhatnánk, mert a törvényadás is, és ez, ez nekünk óriási áldás, kincs. Ővékké az Isten tisztelt, az ígéretek, az atyák, az Ábrahám, Izsák, a Jákob és közülük való, ami a népnek és az ígéreteknek az Izraelen keresztül számunkra a csúcsa, a csúcsköve, a sarokköve a Krisztus, aki mindeneknek fölötte örökké állandó Isten. És így mutatja be, és így ír Pálapostól Izraelről. És mondhatjuk azt, hogy mivel a Krisztussal fejezi be, hogy te szerint közülük való a Krisztus, az ígéretek szerint, a törvénynek az ígérete szerint, a proféta ígéretek szerint, a szövetségek szerint, és végigmehetnénk, hogy ez a különleges. Kiválasztás, Izrael kiválasztása, ami nép minden nemzet számára egy alapot biztosít az üdvösséghez. És ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mondhatnánk azt a mai témánk az, hogy ha Peti kitennéd, hogy olajfa, hogy Izrael a gyökér. És ezt nagyon komolyan kell vennünk. Minden nemzet számára, csak ezt a Róma 9-nek az 5. versének a legvégét néznénk a Krisztusról szóló ígéretet, hogy te szerint tőlük van. És az üdvösség a zsidók közül támadtak ez a nép, és amit hordozott, és amit, amit Isten rajtuk keresztül behozott, az minden nemzet számára a gyökeret adja. És ez a mai témánk. Itt szeretném, hogyha folytatnánk, és a 9. rész után most átlapozunk a 11. részhez és fogunk olvasni a gyökérről, és fogunk olvasni az ágakról. Gyökér és ágok. A gyökér és ágak, akkor van egy fa, ami a szimbólum. Ez a fa, ami a mai címünk az olajfa. Egy olajfának a szimbóluma szól mindenről, amit az üdvösségben Isten elkészített. A népén keresztül, a pogányoknak és magának a népének. Egy fa, egy szimbólum, egy olajfa, ami mindenről szól. Olvasok a Róma 11-et. Egy pár verset ki fogok hagyni, majd ezt mondom nektek. Róma 11. -1. Mondom tehát vagy elvetette Isten az ő népét. Távol legyen. Mert én is izraelita vagyok, mondja Pál. Az Ábrahám magvából. A saját bizonságán keresztül elősíti meg, hogy Istennek továbbra is terve van izrael -e. Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Második és első vers. Vagy az első rész a versnek, nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert. Azért teszi fel ezt a kérdést, mert a tizedik részben úgy fejezi be, hogy az evangéliummal kapcsán, evangélium kapcsán, 18. versben az 10.18, hogy nem hallottátok -e, sőt inkább az egész földre elhatott az evangélium. Sőt, figyelj, ez akkora dolog, a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. Egy üzenet van. Egy evangélium van. Egy Jézus Krisztus van. Egy út van az atyához. Ez jutott el a Földnek a végső határáig. 19, de mondom, avagy nem ismertei Izrael? Először Mózes mondja, én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítlak meg titeket. Ézsélyás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, és ez most pogányokról szól rólunk, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek. Nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Izrael pedig ezt mondja, egész napon kiterjesztettem kezeimét az engedetlenkedő és ellenmondó néphez. És tudjuk, hogy olvastuk az abcselben, hogy Pál azt mondja, hogy akkor a pogányokhoz fordulunk ha ti nem fogadjátok az evangéliumot. Na, de a 11-ben azt mondja, mondom tehát, hogy elvetette Isten az ő népét, azért, mert a pogányoknak, a földnek a végső határáig elhatott az evangélium. Izzelről pedig azt olvassuk, hogy, hogy hiába terjesztettek Isten a kezét, engedetlenkedett, ellentmondott. De hogyha ez így van, elvetette Isten az ő népét, azt mondja Pál, távol legyen. Mert én is izraelita vagyok. Az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. 12. vers. Ha pedig az ő esetük, hogy az evangéliumot, mint nép nem fogadták el, ha pedig az ő esetük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük. És meg fog jelenni a jelen mellett a jövő. És majd a kilencedik részben visszamegyünk még a múlthoz. Mi most a jelen, hogy mi nép elutasították az evangéliumot. De van egy jövő, az ő teljességük, az ő felvételük. 12. vers még egyszer. Ha pedig az ő esetük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányoknak gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert nektek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, ha ugyan felingerelhetném az én atyám fiait, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz az ő felvételük, hanem ha élet a halálból. Tehát van itt szó a jelenükről, és Pál kimondja, hogy van Izraelnek, mint népnek jövője. Amikor fel lesznek véve. És ha most így került a pogányokhoz az evangélium, és így lett a pogányoknak a gazdagságává az evangélium, hogy ők ezt nem fogadták be, és azt mondta Pál, hogy akkor a pogányokhoz megyünk. Ez a jelen, de lesz egy jövő, az ő felvételük, az ő teljességük. ezen mondja Pál, hogy ő a pogányok apostol, de zsidók is tértek meg egyébként rajta keresztül. Ha az ő elvettetésük 15, a világnak megbékélése, ez most a jelen. Vagy az akkori, vagy a mostani jelen. Micsoda lesz az ő felvételük? Hanem az ha nem, hanem ha élet a halából. Ez pedig a jövő. És Izraelnek van jövője. Ha visszamennénk a kilencedik részhez, akkor azt látjuk a múlt, múltjukkal kapcsolatban, hogy Beszél a hetedik versben arról, hogy az Ábrahámnak a magvában, Izsákban neveztetik majd a mag. És vannak a testnek fiai, és vannak az ígéretnek fiai. Ugye Ábrahámnak nem csak Izsák született fia. Ott volt Izmál is. Aztán Keturától még talán hat vagy hét fia született. Sára után a második feleségétől. De ki volt megígérve magnak, akin keresztül majd meg lesznek áldva a földnek minden nemzetségei? Izsák. Utána arról beszél, hogy utána Ábrám, Izsák, Jákób. Jákobnak megszületett a két, Ö, Ábrám, Izsáknak megszületett a két fia, Jákób és Ézsau. Ki volt a nagyobbik? Ézsau. És kit választott ki Isten? Jákobot. Mert azt mondja itt, hogy meg lett mondva a 12. vers, nagyobbik szolgálak kisebbiknek. És amikor beszél Izsákról, hogy ő az ígéret fia. Beszélj Jákobról, hogy ő volt a, egyébként a kisebb, de Isten őt választotta ki. Akkor felteszi a kérdést, ami ma nagyon nagy konfliktus, ugyanúgy a mai napig, hogy Isten személyválogató, Isten igazságtalan, hogy miért döntött így. Azt mondja Pál a 14. versben, vajon nem igazságtalanság é ez az Istentől. És azt mondja, hogy nem, távol legyen. Akkor feltesz még egy kérdést. Egyiket kiválasztotta, a másikat pedig nem, és mondjuk egyiket a haragedény, egy, egyik a lett, például a fáraó, akkor a fáraónak nem is kell elszámolna a bűnével. De akkor Isten miért bántja a fáraót? És azt mondja, ez is távol legyen. Ezek nagyon komoly kérdések. Ha azt mondja a, a 19. vers, akkor azt mondod, hogy miért fed hát engem? Hát nem engem választott ki. Akkor engem meg fed? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Sőt, 20. vers azt mondja itt, Pál, kicsoda vagy te ember, hogy vers, versenksz Istennel. Egy nagyon fontos dolog, hogy akár Izsákról legyen szó, akár Jákobról legyen szó, hogy Istennek van szabad döntése, hogy kit, mire, hogyan hív el. És Izs Izsáknak a kiválasztása, Istennek a választása volt. És ezt Istennél tiszteletben kell tartani. Jákobnak is. Az ő döntését, az ő... Az ő ahogy ő látta út és Jákobot, ahogyan a szívében ez a döntés megszületett, és fontos dolog, hogy amikor Izraelre gondolunk, és Ábrám, Izsák és Jákobra gondolunk, nem igazságtalanság, és nem ö, valami önkény, és nem a másikkal szemben valamilyen személyválogatás, és nem úgy, hogy a másikról, ne, ne, mert még azt mondta Isten Izmerről is, hogy őt is nagy népét teszem, emlékeztek. De Istennek van választása, ez a múlt. És ezt tiszteletben kell tartani, el kell fogadni, hogy Isten Izraelt választotta ki. Egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy Izrael soha nem volt hibátlan. És nem is hibátlanként kell nézni őket, hanem azt, hogy Isten kiválasztotta. És a hibázik, azt mondta, hogy ő helyreállítja ékessé fogja tenni. Hogy mikor és hogy, ez az ő dolga, az ő döntése. A múltban el kell fogadnunk azt, hogy Istennek van egy választása, Ábrám, Izsák és Jákobon keresztül. Ez az a vonal, amire azt mondta, hogy ezen keresztül fog eljönni. Ábrám, Izsák és Jákob Istenén keresztül a Ez a múlt. Ez a választás. Na most mi van akkor, amikor visszamegyünk a 11-hez? Ma a jelenben a kiválasztott nép utasítja el Istennek a jó indulatát vagy kegyelmét. Ezt mondja Pálapostól, ez nem az ő elvettetésük, ez a jelen. És Isten fog nekik adni egy jövőt, amikor fel fogja őket majd venni. És két dolgot nem szabad tenni. Ma sem, semmilyen más helyzetben, hogyha valakit Isten elhív, ajándékot ad neki, szolgálatot ad neki, elhívást ad neki. Hogy azt gondolni, hogy ha őt Isten elhívta, nagyobbra hívta el, másra hívta el, többre hívta el, engem nem arra hívott el ezt össze, összevetni, összehasonlítani, és azt mondani, hogy akkor Isten nem is szeret, Isten igazságtalan, ezt nem szabad. Amen? Ugyanezt teszik ma Izrael-el. És a másikat nem szabad, hogyha őt hívta el, és akkor én meg itt vagyok, és nekem semmi nem sikerül, meg nem úgy alakulnak a dolgok, akkor azt gondolni, hogy ha nem én vagyok az az ember, akit, akit, mondjuk erre vagy arra elhívott, akkor nekem nincs elszámolni való, vagy nincs felelősségem. Mindig van felelősségem. Amen. Mindig. Ezek fontos dolgok, és akkor visszamegyünk a Róma 11-hez. A 9-ben benne van Istennek a döntése, a választása. Isten nem igazságtalan. Ő így döntött. Ő őt hívta el Izsákot. Őt hívta el Jákóbot. Tizenötödik vers. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ez a 16. vers. 17. A pedig némely ágak kitörettek. Itt fontos egy szó, mindig volt lehetősége és mindig van lehetősége zsidó, zsidó embereknek megtérés és befogadni az evangéliumot, és Isten minden zsidó embert befogad, aki befogadja az evangéliumot, és az ő népét az ő népének kezeli, és nem el, és nem el az, az ő népét, és ugyanúgy van lehetősége ma minden zsidónak megtérni, mint minden pogánynak. És az ilyenfajta feszítés nem Istentől van. És azt mondja, hogy némely ágak törettek ki. Nem minden ág lett kitörve. És mi a kulcs majd ehhez? A hit. A hit. Miért lettek kitörve? Mit fog mondani Pál Apostol? Az ő hitetlenségük miatt. És mi miért lettünk beoltva? Hitünk miatt. De olvasjuk tovább. Némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának. Ne kevékedjél az ágak ellenében, ha pedig kevékedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Ezt, ez a pogányok mondhatják így. Úgy van. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állasz fel fel ne fuvalkodjál, hanem félj. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem kedvez. Na, itt elmondanám, ez nem a bizonytalanságról szól, hanem ez a biztonságról szól. Hogy Isten mindenkit képes beoltani, és mindenkit egyforma módon fog euh, megítélni, vagy egyforma módon fogja az életét megnézni a hitén keresztül. Amen. Ha zsidó ember vagy, legyél biztonságban. És fogad be az evangéliumot. Mert ma ez ugyanúgy a te, te órád. Ha pedig pogány vagy, pogány háttérből jössz, fogad be az evangéliumot. Mert ha felveszi Isten újra az ő népét, akkor nem fog minket kivágni, vagy nem a helyünkre fogja felvenni. És mi sem az ő helyükre kerültünk. Istennél mindenkinek megvan a helye, és nála nincsen személyválogatás. Amen. Tehát ma mindenki legyen biztonságban. Ez a legfontosabb. Azt mondja a 18-ban még egyszer, ne ke, a pogányoknak ne kevékedj az ágak ellenében, a pedig kevékedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem vagyok téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be, úgy van. De itt nagyon fontos ennél az úgy van. Ez nem csak úgy van, hogy Isten gondolt egyet, és úgy van. Hanem úgy van, hogy hitetlenség miatt törettek ki. Megvolt a lehetősége Izraelnek befogadni az evangéliumot. Így van. És mivel nem hittek, de csak ágak töröttek ki, mert mégis voltak, akik hittek. Te pedig hitáltal állasz fel. Ez fel ne fuvalkodjál, hanem félj. Egyébként pedig mi kerültünk bele az Izraelnek a gyökerébe. Vagy az ágába. Vagy a gyökérből az ágába. Tehát mi kaptunk kegyelmet és írgalmat. Persze Izraelnek is kegyelemből van a megtartatás hitáltal. Mindjárt meg fogjuk nézni majd az Efézus levélben, hogy egyébként mi voltunk távol, mi voltunk Isten nélkül valók, de most azt mondja az Efézus levélben Pál, hogy a kettőt most egy új emberi teremtette Jézus Krisztusban. A kettőt egy új emberi. Attól még Izzelnek, mint nemzetnek van történelme, és lesz történelme. De az Istenhez való közeledésnek ma is megvan mindenki számára a lehetősége. Ez pedig a hit Jézus Krisztusban. Úgy van, hitetlenség miatt törettek ki húsz, te pedig hitáltra állasz fel. Fel ne hanem félj, mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem kedvez. De ez nem félelemre ad okot, hanem biztonságra. Tekints meg azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántod pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben, különben te is kivágatol. Sőt, azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert Isten ismét beolthatja őket. Tehát mindenki élvezheti Istennek a kegyelmét. Ámen? És mindenki biztonságban lehet. És mindenkinek Isten a hitét fogja nézni. Nem a bőrszínét. Nem az elhívását. Nem a hibáját. Nem a bűnét. Ez rá, mint nemzet önmagában, mint nemzet, egy jövővel rendelkező nép. De amikor arról van szó, hogy beoltatni, vagy benne maradni, vagy visszaoltatni, akkor ha nem maradnak meg a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beoltatja őket. 24. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, vagy nemes olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók a saját olajfájukba? Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izzelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. Minden pogánynak lesz ideje megtérni, és ma van ideje minden pogánynak megtérni. Csak higgyen már Jézus Krisztusban, ámen. Utána majd Izrael is, és közben is Izrael is, már csak némelyek törettek ki. Istennél mindenek megvan az ideje, meg a helye, és mindenkit ismer. És lesz majd 26, amikor az egész Izrael megtartatik. Ez a már a jövő, amikor mi nép ott lesznek, amikor eljön majd Sionból a szabadító, mennyei Sionból, és elfodítja Jákóptól a gonoszságokat, 26, ez egy abszolút jövő a népre nézve, és ez nekik az én szövetségem, időn eltörlöm az ő bűneiket. 28. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek ti de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért mert megbánhatatlanok az Istennek ajándéka és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenek, engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkednek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán, ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Na ez mély. Hogy hogy lesz ez meg? De meg lesz. Azt mondja Pál, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Tehát ezt a Róma 11-et megnézzük, de még a Róma 9-hez visszalapoztunk, akkor azt látjuk, hogy Istennek van egy választása. És felmerül a kérdés, hogy Isten igazságtalan, távol legyen. Felmerül a kérdés, hogy akkor nekem nincsen felelősségem, távol legyen. A másik, amit látunk, hogy némely ágak kitörettek, de mindenki hit által be tud oltatni, és mindenki számára Isten biztonságot ígér nála. Ez nagyon fontos. A pogánynak se kell félnie, mert kegyelemből tartottunk meg hitáltal, meg a zsidónak se kell félnie, mert a hitáltal feláll, Isten újra beolthatja. Ez egyébként, amit még a hit mellett meg kell említeni, az alázat. Mert azt mondja, hogy ne kevékedjél, hitáltal állasz fel, ne fuvalkodjál fel, hanem félj. Isten nem és alázat. A pogányok számára egyébként kiemelten. Van ez említve itt. Alázat. És azt mondja itt, hogy van egy olajfa, egy nemes olajfa. A zsenge itt a 16. versben, ha most belegondolnánk, hogy mi a zsengés, és mi a gyökér, az azok a zsengék, mint Ábrahám, Izsák és Jákob. És Isten adott nekik egy kijelentést, adott nekik egy vezetést, adott nekik táplálékot, adott nekik szót, és létrejött a gyökér. Ez az Ábrám, Izsák és Jákob, az zsenge. És a gyökérből nőttek ki természetesen a szárán keresztül az ágak. És ami most Jézus Krisztusban az üdvösségről beszélünk, a hitnek a munkájáról, amit Isten végez bennünk, akkor azt látjuk, hogy némelyek a hitetlenség miatt kitörettek, mi pedig belettünk oltva azok közé abba a gyökérbe. Ezek vagyunk mi hitáltal Jézus Krisztusban. Nekünk Isten megengedte ezt. Egyébként pont fordítva szokott lenni, hogy a nemes szokták beoltani az erősebb vadba, és nem a vadot oltják a nemesbe, a természetben pont fordítva. De Isten kegyelmes, és minket beoltott vadként a nemesbe. És van egy gyökér, ami hordoz minket. Ami nagyon fontos ebből a részből, hogy Isten mindeneken tud és akar könyörülni. Ez a legfontosabb. Zsidók nem zsidók. A másik, ami nagyon fontos, Isten nem személyválogató, ahogy látjátok. A harmadik, ami fontos. Mindennek megvan a helye és az ideje. A negyedik mindig ott van a mi felelősségünk. És Istennek van hatalma eszköze arra, hogy minden beteljesedjen abból a történelem színpadán, aminek mint néppel, izzeldel is be kell teljesednie, nem csak mint személyekkel, hanem mint néppel. Ez Istennek a mélysége és gazdagsága. Ebben mi nem tudunk sokszor sok mindent, de azt látjuk, hogy Isten mindeneken tud könyörülni, akar könyörülni, nem személyválogató, mindeneken könyörüljön, az van a 32-ben, Irgalmas Isten mindenkihez. Mindennek megvan a helye és ideje, mert azt mondja, hogy eljő jönból a szabadító. Mindennek megvan a helye és az ideje. Mindig ott van a felelősségünk. És Istennek megvan minden hatalmas az közel, hogy mindez beteljesedjen. Na erről szól körülbelül ez a 11. rész, és hogyha megnézzük a gyökér és az ágak és az olajfának a szimbólumát, akkor azt kell látnunk, hogyha megnézzük, hogy van egy gyökér, van egy zsenge, ami, ami először szívta fel azt a vizet, azt az élő vizet, azt a kijelentést, abból kinőtt egy fa. Egyébként az olajfák ma is vannak, hogy három -négy ezer éves olajfák. A legidősebb olajfa valahol, a Kréta-szigetén van, négy ezer éves. Több száz éves és több ezer éves olajfák vannak a gyökér megindította az Ábrahámnak, a hite megindította a dolgokat, aztán kinőttek az ágak, aztán az ágak néha ilyenek voltak, néha olyanok voltak, néha jó gyümölcsöt hoztak, néha rossz gyümölcsöt hoztak, eljött az evangélium, eljött Jézus Krisztus, nem fogadták be sokan őt, vagy mint nép egyébként nem fogadták be, aztán sokan nem fogadták előtt, és egyes ágak kitörettek, akik pedig nem voltak benne az olajfába, azok befogadták őt, ha befogadták, akkor Isten azt mondta, akkor beoltam őket. Ezért mi ebben a gyökérben vagyunk, erre vagyunk beoltva, ebbe az olajfába. És így, ha az olajfának a példáját nézzük, akkor a gyökér és ágak között van egy viszonyulás. És ez nem mindegy, hogy milyen, a mai nap sem. Van egy viszonyulás. Ez nem mindegy, hogy milyen, mert azt mondja, hogy mi részese lettünk az olajfa gyökerének és zsírjának, tehát abból táplálkozunk Jézus Krisztuson keresztül. Van egy viszonyulás. Éppen ezért van egy kapcsolódás. Nem mindegy, hogyan kapcsolódunk, és hogyan vagyunk rajta, mint ágak ezen a gyökéren, vagy ezen a száron, ezen az olajfán. Ez feltételez egy közösséget. És most fogjuk elolvasni az Efézus 2.8-at, vagy 2. második részt 8-tól, hogy ez egy szövetséges kapcsolat az új szövetségben, zsidó és nem zsidó emberek között. Az új szövetségben szövetséges kapcsolat van zsidó és nem zsidó emberek között. És egy nagyon fontos rész az Efézus 2.8-tól, mert az olajfa az a szimbólum. A gyökér és az ágak. A zsenge és a tészta. Efézus 2.8-tól. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk teremtett fény által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, akiket körülmetéletlenségnek nevez a ma úgynevezett és a testen kézen megcsinált körülmetelkedés, hogy ti mondom, abban az időben Krisztus nélkül voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül voltatok-e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel valóká lettetek a Krisztus véle által, mert ő a mi békességünk. Aki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat az ellenségeskedést az ő testében. A parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölte, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában békességet szerezvén. Ez itt a kulcs. Elvette az ellenségeskedést, ő lett a mi békesség, egyétette, lerontotta a választóval, betöltötte a törvényt. A törvénynek a vége Krisztus, a törvény általi megigazulás helyett a hit általi megigazulást hozta el, hogy a kettőt egy új emberré teremtse, ő magában. Mit szerezve? Békességet. Hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben, a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést, és eljövén, békességet hirdetett nektek, a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Mert én már nem vagytok jövevények és jelérek, hanem polgártársai és szenteknek, és házanép az Istennek, akik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén. Ez a gyökér. Ez is a gyökér. Lévén a szegletkő, maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép rendel rakadtatván növekedik Szent templombá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a szellem által. Így tette a kettőt egy emberré. Így van Izrael kiválasztva, így van a gyökér, így van a zsenge, így van a tészta, így vagyunk mi, így lettünk beoltva, és így kell látnunk ma, Pogányokat, a megtért pogányokat, a leendő megtért pogányokat, Izraelt, mint népet, Izraelt, aki megtért, Izraelben embereket, akik még nem tértek meg, és az ellenségeskedés Jézus Krisztus eltörölte és békességet hirdetett. Csak kettőt egy új emberé teremtette. Hogy mondtam, megtek Izrael népe is természetesen követett el hibákat, de ez nem befolyásolja Istennek a döntését az ő kiválasztásukkal nézve. És van két dolog, amit a Róma harmadik részében ír Pál, hogy van különbség zsidó és nem zsidó népek között. És valamiben nincs különbség zsidó és nem zsidó népek között. Amiben nincs különbség, azt már most mondom, micsoda? A bűn. A bűn. Amiben pedig van, az a történelem, és az a múlt, ahogy Isten őket kiválasztotta, és hogy rajtuk keresztül adta az ő beszédét, és azt a majd az ő egyszerű fiát, Jézus Krisztust. Róma 3. És az, ahogyan őket megőrizte, hogy Derek Prince is tanítja, hogy megtartotta őket egy népet, amin keresztül be tudta hozni az egyszerűt fiát. És ahogyan az ígéreteket, a törvényt, ahogyan az áldozatokat mindig gyakorolták, hogy legyen egy előkép, arra nézve, aki majd eljön és feláldoz önmagát a vére által Jézus Krisztust. Ezért van különbség. A bűn viszont nincs. Azt mondja a harmadik rész, Róma 3.1. Mi tekintetben külön? Hát a zsidó. Micsoda haszna van a körülmetélkedésnek. Azt mondja, minden tekintetben sok, mindenek előtt, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát hogy van, ha némelyek nem hittek? Vajon azoknak hitetlensége? Mert nem hibátlanok, ők se. Azoknak hitetlensége. Nem teszi hiába valóban az Istennek hűségét? Távol legyen. Hát Izrael sem egy tökéletes nép. De van egy kiválasztás. És az Isten hűségét, az ő hitetlenségük nem fogja hiába valóvá tenni. Mint hogy a mi gyerekeinknek a rossz viselkedés, attól még nem fogom megtagadni. Tehát távol legyen, sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazugon, hogy megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédetben, és győzedelmes légy, amikor vádolnak téged. És utána mondja a kilencedik versben. Micsoda tehát? Különbek vagyunk ki. -e? A bűntekintetében semmiképpen nem, mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök minnyáján bűn alatt vannak, amin megvan év, hogy nincsen csak egy igaz sem, vagy egy igaz is. Tehát van itt két dolog. Az egyik, hogy valamiben különbek, és van haszna, és a bűntekintetében viszont, a bűn szempontjából viszont mindannyian bűnösök vagyunk. Zsidók és görögök mindnyáján bűn alatt vagyunk. És ezt Pál nagyon, nagyon, világosan ecseteli, hogy lássuk a mi identitásunkat, lássuk, hogy honnan származik az az evangélium, lássuk, hogy Isten hogy tudta behozni az ő egyszülött fiát, hogy lássuk, hogy hogyan lett előre megprófétálva, minden tekintetben előre vetítve ányképekkel a valósága Jézus Krisztus, hogy lássuk, hogy hogy jött az ígéret, hogy lássuk, hogy Isten ez hogy készítette elő, és azt is lássuk, hogy Istennek mi a terve, és hogy, hogy néz ki ma ez az olajfa. Az olajfával kapcsolatban hadd mondjak még négy dolgot, mint szimbólumról, Izrael mellett. Az egyik szimbólum az olajfával kapcsolatban, akár az Efézus 2-t is nézhetnénk, a békesség meg az új kezdet. És a hívők számára is a békesség és az új kezdet. Emlékeztek, amikor megvolt az özönvíz, Noét őrült, megtartották, minek épít a, a pusztában hajót, nevetséges, kigúnyolták, aztán meg odahívja az állatokat, beviszi az állatokat, kettesével, négyesével, melyiket, hogy azt gondolták, azt mondták nekik, hogy figyelj, hogy azt gondolod, hogy te vagy a világnak a megmentője, nem tudom mi bajod van, miért csinálod ezt, aztán megölte az, az önvíz és most nem olvastuk el a történetet, de amikor, lát, amikor már ö, eltelt 40 nap, és kiküldt a hollót, emlékeztek, nem talált helyet, kiküldt egy galambot, azt se tudta megvetni a lábát. Aztán kiküldött egy, egy másik galambot, és az visszatért az, a csőrében egy olajággal. Utána kiküldött talán még egy galambot, az pedig nem is jött vissza. Vége az ítéletnek. Ez az olajfa. Ez az olaják ítélet volt, most kegyelem van. Isten megítélte a bűnt. Úgy, hogy minket mégis megtartott, mivel Jézus Krisztusban történt meg az ítélet. És jött a Szent Szellem, és hozza neked az olajágat. És betöltéget, és a olajfa, mint szimbólum Izrael mellett jelenti az ítéletnek a végét. Azt mondja a zsidó 11.7-ben, hogy Noéról. Nagyon beszédes. Azt mondja, hogy hitáltal tisztelte Isten Noé, amikor még megintett fény, amíg nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített. még nem látott dolgok felől. Tehát nekünk ma itt Magyarországon is abban kell hinni, amit még nem látunk, mert az a hit. Ez nagyon fontos. Ez megintett fény, még nem látott dolgok felől. És így jön el a békesség. És így lesz vége az ítéletünknek, és így lehet vége pusztításnak, és így lehet vége az életünkben a pusztításnak, hogy abban kell hinni, akit most nem látunk, aki eljövendő. És amikor Isten kijelent dolgokat, és mond valamit, és nem látjuk, látni azt, amit még más nem láthat. Ez a hit. Én ezt akarom. Látni azt, amit még nem, más nem láthat. Mózes, vagy bocsánat, Noé, amíg nem látott dolgok felől lett megintve, vagy kapott proféciát, kapott kijelentést, amíg nem látott dolgok felől. Látni azt, amit még más nem láthat. És a másik, hogy a bárkát nem lehet csak nyilvánosan építeni. Tehát ami nem látszik, hogy épül, az nem épül. Nem lehet egy bárkát felépíteni rejtve. És ami ma épül és kell, hogy épüljön az életünkben, annak mindennek láthatónak kell lennie. Mindennek láthatónak kell lennie. Mert különben, ha nem lesz látható, akkor ez nem igaz. Az nem épül. A másik, amit látunk Noénál, hogy a megtartás kell munkálni. Zsidók között, nem zsidók között. Népek között, nemzetek között, városodban, családodban a megtartás kell munkálni. Amit készítesz, hitáltal, mert te látsz, olyat, amit más nem lát, és amit építesz, látható módon az életedben láthatóvá válik Istennek a munkája, akarata, az mások számára megtartás lehet. És Isten azt szeretné, hogy mi úgy építsünk, és úgy lássunk, és úgy cselekedjünk, hogy mások számára mi a megtartást munkáljuk. Ámen. A megtartást. Ez azt jelenti, hogy ezzel károsztatjuk a világot, mert nem úgy gondolkodunk, hogy a világ gondolkodik. Akár izrael kapcsolatban, akár az egyházról, akár a megtérésről, akár a szentségről, akár a házasságról. Nem úgy gondolkodunk, mint a világ gondolkodik. És így leszünk a hitből való igazságnak az örökösei. Így lesz miénk a hitből való igazság. És amikor ez megtörténik, egyszer csak elmúlik az ítélet, és mi fog meg, mi, mit fogunk látni, egyszer csak megjelenik a galamb, és ott van a béke ott van a békesség, ott van a megnyugvás, ott van az új kezdet, ott van a reménység abban az olajákban, mert tudta Noé, hogy vége az ítéletnek. És Isten szeretne minket így használni. Tudtok-e rá mondani? Ezt a megtartást munkálni. A békességnek, az új kezdetnek a szimbóluma az olajfa. A másik, kettő királyok, három vagy négyhez szalapozunk, van ott egy olajos korsó. A másik, aminek szimbóluma az olaj, az olajfa. A reménységnek, az életnek, a változásnak. Kettő királyok négy. Felolvasunk egy történetet. Van ott egy asszony, aki özvegy marad. És hitel volt az életükben. Kettő királyok, négy. Kiáltott egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Ezeushoz, és mondta, a te szolgád az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, a behajtó. Van ilyen ma is. Hogy elvigyen mind a két gyermekemet, mondjuk ilyen nincs az más miatt történhet meg. Hogy elvigyelj őket, hogy neki szolgálj legyenek. a másképp történik, de van ilyen. Mondja neki Elizeus, mit cselekedjen veled. Mondd meg nekem, mi van a házadban. Mondd az, a te szolgállalányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor mondta, menj el, kérlek, menj el, kérj ott kint minden te üres üresedényeket, de ne keveset. És menj be és be magad a te fiaiddal és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. És elment őtőle, és bezárkózott az ő fiaival. Azok hordták neki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És akkor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának, hozd ide még egy edényt, az felelt, nincs több edény. És akkor megállott az olaj. És elment, és elmondta azt az Isten emberének, azt pedig mondta, menj el, add el az olajat. Fizes ki a hiteleződette pedig, és ott a te fiaid éljetek a maradékából. A másik az olaj. A jövő, az élet, a reménytelenség helye reménytelenségből a reménység. Hogy volt ott egy korsó olaj. Nem tudom, neked mit nincs, vagy mit van, vagy milyen szükséged van, vagy milyen tragédiát éltél át, milyen nyomorúságon mentél át. Ha van egy korsó olaj, akkor van reménységed. Van reménységed. Nem tudom, hogy fog történni, nem tudom, hogy fog változni. Sőt, Kellett kérni üres edényeket, nem is keveset, hozták-hozták, töltötték-töltötték, és a végén az olajat eladva egy korsó olajot, ha van, akkor van reménységet. Az olaj, az olajfa, az olajág jelenti Noénál az új kezdetet, a békességet, az ítélet végét. Jelenti az életet, a reménységet. Ha azt gondolod a Jakab 5 hogy, hogy aki beteg hívja magát a gyűlökezetvényeit, kenjék meg olajjal, jelenti azt a gyógyulást, amit nyertünk Jézus Krisztusban. Vagy azt mondja a Zoltán 133, hogy a lecsékbe lakoznak az agyafiak. Olyan, mint amikor lefolyik az olaj az áron szakalán. Jelenti az áldást, az egységben, mind ezt. Isten akarja munkálni akkor, amikor mi be vagyunk ortva abba az olajfába, akik részesültünk Jézus Krisztuson keresztül abból a gyökérből. Mit akar munkálni, hogy tudjad, hogy vége van az ítéletnek. Kezdjél újat, menj ki a bárkából, lépjél ki, cselekedjél újat, a te fiaidat tartsd meg, menjél be, ha még nem építetted, meg építsd meg ha hiányosságot, szükséget, nehézséget él át, de van egy korsó olaj, akkor figyelj az Úrra, hogy mit akar azzal a korsó olajjal, hogyan kezdj el imádkozni, hogyan kezdj el segítséget kérni tőle, mi az, hogy meg fogja ezt sokasítani az életedben, és nem vagy reménytelenségben akkor sem, ha ilyen helyzetet éltél át. Van, van reménységed, vég az itt életnek. Jelenti a gyógyulást, és jelenti azt az áldást, amit, a, amit az egységben Isten akar ö, cselekedni. És a befejezésül, ké, befejezésül egy barátom mondta Stuttgartban, hogy voltak voltakint Jeruzsálemben valamikor mostanában, és megkérdezte a tesókat, akik együtt voltak, hogy mi az, ami leginkább megfogott itt Jeruzsálemben, meg ahol voltunk, meg amit hallottál, meg az igék, meg minden, mi az, ami leginkább megfogott? És azt mondta egy gecsem, azt mondták majdnem mindenki, hogy egy gecsem állni. Ugye a gecsemáni az egy kert, ahol Jézus nagyon sokszor volt a tanítványaival, ahol több száz éves vagy ezer éves olajfák voltak. Az olajfáknak a hegyénél van ez a kert. És maga a gecsemáni szó azt jelenti, hogy szó szerint gát egy olaj sajtónak a kertje. És amikor Jézus abban a kertben ment, akkor ott, amikor már a kereszthalál elő voltak, ott imádkozott. Ott, ahol az olaj sajtó van, ahol az olajprés van, ahol az imaharc van, ahol azt kell mondani az Úrnak, hogy legyen meg a te akartod. És azt hiszem, hogy neked is van egy ilyen imaharcod most, amit meg kell csinálnod, ahol kell, hogy megjelenjen az a jelenléte Istennek. És hogyha Jézus Krisztus nem harcolja meg ott az olajprésben, nem harcolja meg ott azzal a pohárral, nem harcolja meg az Isten akaratát, akkor nem lett volna megváltásunk. És ma az van, amikor Isten használnak a téged és engem. De ehhez kell egy olajprés hely, kell egy gecsemánéket, kell, hogy ezeket a harcokat megharcoljuk. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy töressünk össze, mint egy olajbogyó Istennek a prése alatt sokszor. És akkor Isten fog tudni használni az akaratában. És vannak olyan sajtolások, amik sok mindenre szolgáltak ott a, a gecsemánéket kapcsán, vagy az olajfák hegyek kapcsán. Volt olyan időszak, amikor amit sajtoltak, azt mind vitték a menórához a templomba, hogy örökké, folyamatosan égő, gyertyatartó legyen, vagy mélystartó lehessen. Az életünkben is van olyan időszak, amikor nehéz, de be kell menni abba a kertbe, el kell kezdeni imádkozni, le kell borulni, meg kell mondani Istennek, Uram, hogy ha lehetséges, múljék el, de inkább legyen meg a takaratot, inkább töressek össze, csak a takaratot legyen meg, és ami ki tud folyni, az lehet, hogy az egyház számára a mécs lesz, hogy világos legyen az egyházban. Volt, amikor, ami ott kifolyt az az olaj, volt, amikor hazavitték, és saját házukban tették be a világító mécsesekbe. Emlékeztek, mondja az iga, hogy ha lámpást gyújtunk, nem az asztal alá tesszük, hanem az asztal, hogy világítson. És van olyan helyzet, amin át kell mennünk, valamit meg kell harcolni. És én is érzem most, nagyon sok dologba, hogy végig kell menni olyan a küzdelmen, olyan gecsemálni, amiből te családodnak lesz olaj a lámpásban az asztalon. Vagy az egyházban lesz fény, a sötétség helyett. És volt, amikor azért pirítsették az olajat, mint a kettő királyok négybe, hogy legyen otthon olaj a házban. És van, amikor arra van szükség, hogy ezen a gecsemánén átmenjél, hogy elővedd az írásokat, hogy elkezd kutatni, keresni, hogy táplálékot tudja adni a házad népének, hogy legyen eledel, hogy legyen élet, hogy legyen étel, hogy legyen közösség, hogy legyen az, amikor azt mondja az ige, hogy olajfa csemetékat egy fiaid az asztalot körül, mert így áltatik meg a férfiú feleséget, mint a termőszőlő. És vannak olyan időszakok, és azt gondolom, hogy most is van egy ilyen ima harc, és nagyon sokunk életében van, amikor Isten akar használni téged. Mert Jézus Krisztus a keresztre. A kereszten. Ahhoz, hogy Isten tudjon használni minket, az akaratában kell lennünk. És ez igaz Izraelre és mint népre az akaratában kell lennünk. Ahhoz sokszor át kell menni ilyenfajta prés alatt, ilyenfajta gecsemáni, ilyenfajta ima, akarat, ima küzdelembe. De azt kell mondani, hogy Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd.